Szeretettel köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Rendkívül megtisztelő, hogy ennek a mini sorozatnak az elején már is ilyen sok érdeklődő akadt, hogy ezt az estét rászánják erre a kis előadásra. Legelején azért azt megemlítem, hogy rendkívüli ez a nap annyiból, hogy mint közismert 103 évvel ezelőtt írták alá Compiègne erdőben a németek a fegyverszünetről szóló megállapodást, a győztes antant hatalmak az angolok és a franciák főparancsnokaival együtt, aztán közismert annak a vagonnak a sorsa, ugye volt ennek egy szomorú fordulat a 40 nyarán, ma már a vagon tudjuk nem létezik, mert a II. Világháborús bombázásokban elpusztult. Ez az egyik dolog, a másik pedig egy nagyon-nagyon kedves emlékem 3 esztendővel ezelőttről, pontosan a Nemzeti Örökség Intézete és a Honvédelmi Minisztérium jóvoltából részt vehettem a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben rendezett központi megemlékezésen, amikor rekonstruálva egy több mint 100 éves földpiramist a Nemzeti Örökség Intézete és a Honvédelmi Minisztérium katonai tiszteletadás mellett fölavatta Zsigmond Attila képzőművész alkotását, azt a jelképes piramist, amely minden első világháborús katonai alakulatnak nevén nevezze az alakulatokat, ezredeket, hadosztályokat, emléket állít a piramis belsejében, és természetesen a hagyományoknak megfelelően egy örök mécses, egy örök láng is őrzi a hős első világháborús honvédek emlékét. Minden elismerésem természetesen a segítőknek, igazgató úrnak is, nem utolsó sorban ki kell emelnem Lakos Zoltán honvédelmi kutató történésznek az óriási segítőkészségét és barátságát, amivel segítette a múzeum mostani kiállításának a megrendezését, de ezzel együtt én most hoztam, Tündi, neked egy szerény kis ajándékot, ha akarjátok, még hozzáteszitek a tárlathoz, ha nem a következőhöz, mert azt gondolom, hogy ez itt nálatok van a lehető legjobb helyen. Egy kevéske fél tuszatnyi képeslap az első világháborúból, 1917 és 18-ból, de meglepő módon nem frontfelvételek, hanem nagyon szép színes rajzok láthatók rajta, nagyon dekoratív ifjú hölgyek rajzai, és aki küldte a 20. század egyik legendás szarvasi körzeti, ma már ugye úgy nevezzük, hogy házi orvosa volt, Simon doktor bácsi, 1917-18 folyamán kisúgának, Simon Margit úrleánynak küldte haza különböző helyekről, úgyhogy Tünde fogad szeretettel a múzeum nevében, ezt nektek ajándékozom. Itt lesz a legjobb helyen, és nagyon jó, hogy ezekből a csodálatos felvételekből, gondolom, hogy csak nem 100% a Lakos Zoli gyűjteményéből kerülhetett ide a múzeumba, vagy mások adományából is. Tehát ténylegesen most csak néhány emlékemet szeretnék elmondani. Hozhattam volna más relikviát is, csak azt nem bírtam el. Egy olyan hatalmas katonaládám nekem is van, ami itt ki van állítva, csak azzal a különbséggel, hogy ők a túlakörösi nemes hajdu dinasztia egyik származékának a tulajdona volt valamikor, és két hajdu fiú is az egyik békeidőben, a másik pedig a háborús időkben végig járt a frontot, végigharcolta azzal a ládából a háborút. Aztán a kiállítás címéről jutott eszembe, hogy kis háborús imakönyveim otthon, ilyen tábori imakönyveim, nekem is vannak 15-16-os kiadások és képeslapok és egyebek. De egy nagyon szép, most már nem a családom tulajdon, és nem az én tulajdonomban lévő relikvia történetét szeretném itt a legelején megosztani a hallgatókkal. Egy könyvről szeretnék néhány mondatot elmesélni.
ez a könyv nem más, mint a baróti születésű Gál Mózes, nagy magyar író, Ne bántsd a magyar című története, ahogy ő nevezte, történet a most folyó háborúból, ugye az ifjúságnak írta ezt a regényt, mondhatni ez egy frontregény az egykori molinári bakák hőstetteiről és a magyar huszárok hőstetteiről szól. 15-ben jelent meg, és apám néhai apai nagybátyja, bocsánat, anyai nagybátyja, néha keverem a felmenőket, Polonszki Miska bácsi, aki huszárként végig harcolta, civilben kiváló szabómestere volt a városnak, végig harcolta huszárként az első világháborút, még a háború idején megvásárolta a Zinger és Wolfner kiadású, nagyon szép illusztrációkkal ellátott regényt. Aztán egyszer gondolt egyet a kis öreg, és valamikor a 30-as évek elején apámnak ajándékozta, miután tudta, hogy boldogult apám, nagyon szereti a történelmet, szívesen hallgatta a nagybátyja történeteit, és akkor így került hozzánk. Hát jól magam, ezt rongyosra kellett olvasni, mert ez egy megunhatatlan olvasmány volt minden időben. Megtörtént 2004-ben az emlékezetes, elég dicstelen körülmények között lezajlott népszavazás a magyar állampolgárságról, és a következő tavaszon volt egy testvérvárosi találkozó, nagyon emlékezetes testvérvárosi találkozó Baróton, az itt az első sorban helyet foglaló Magi Laci barátom is részt vett ezen. Együtt kirándulgattunk ott a hegyekbe, és rögzítette László az ottani történéseket. Hát elég kemény megfogalmazások voltak egyébként a baróti ifjak részéről a népszavazás eredményét illetően, de nem is erről szeretnék most mesélni, hanem én úgy gondoltam, hogy az akkor újra szerveződő baróti helyismereti történeti múzeumnak ajándékozom ezt a könyvet, és akkor restauráltattam, és elmeséltem az ott megjelent fiataloknak, hogy legyenek büszkék erre a könyvre, mert az ő baróti szülött Gál Mózesük írta, valamikor nem volt meg nyilván a múzeumnak. Ez a könyv, hát a Gál Mózes történetéhez a belső címoldalon csak annyit tettem hozzá a saját kis szösszenetemet, hogy egyek voltunk, egyek vagyunk és egyek leszünk. És ezzel aztán át is adtam, oda ajándékoztam, tehát a baróti múzeumnak. A következő relikvia az sajnos már elveszett, pontosabban kettő, az a gyerekkoromban egy nagyon derék, nyugalmazott asztalos mester, Paluska Jancsi bácsi élt a szomszédunkban. Ő a 101-esek derék bakája volt, végig harcolta a háborút, hát nyilván, hogy a makai féle 101-es történet emlékalbum meg volt a birtokában, mert hogy ő is baka ruhába ott feszített az egyik is képen, és nagyon büszke volt. De volt az ő házuknak még egy nagy relikviájuk, amit pontosan nem jöttem rá a fegyvernek az igazi korára, mert elkerült Szarvasról. A nádfödélben jó szarvasi szokás szerint egy huszárkard volt elrejtve. És ezt a Paluska Jancsi bácsinak az unokája, ifjabb Hornok Józsi megtalálta, aztán ahogy nőtt, nődögélt a gyerek, előbb csak szórakozott vele, aztán amikor felnőtt, akkor rendbe tette, nikkeleztette és elvitte. Az akkori, mi is volt előbb, Tiszaszederkény, aztán lett Leninváros, most már Tiszaújvárosban. És nagyon sokáig megvolt a birtokában, ő úgy tudta, hogy ez a nagyapja kardja az első világháborúból, ez egy sokkal régebb jószág volt, mert ez a ház, ahol a Paluska Jani bácsik laktak, már az 1800-as évek közepétől, ez egy nagyon ősi parasztház volt, az ősi Urbán dinasztiának a háza, ott valamelyik felmenőjük rejthette, gondolom 48 után ezt a kardot. Szóval a Hornok Józsi barátom ezt a kardot magával vitte, úgy, mint háborús relikviát, rendbe tetette, őrizték, a most már ugye Tiszaújvárossá
Avanzsát, egykori Leninváros, Tiszaszederkényben, a szülei lakásán, de mivel ő előbb Miskolcra, majd Kanadába távozott, a szüleiktől ott alapított családot, illetve a teljes családjával kitelepült jó néhány évvel ezelőtt Kanadába, szerette volna magával vinni ezt a kardot, nem találta, mert az édesanyjuk halálakor eltűnt az osztaszkodásról. Ennyit, és akkor emlékeimben ugrok egy telket, mert az sok-sok szarvason rekedt orosz hadifogolyból az én gyerekkoromban egy nagyon jellegzetes suszter ott lakott a szomszédunkban, ő pedig úgy hívták, hogy Bargyel bácsi, és egy igazi orosz tangó harmonikával szerette néha jókedvűbe kísérni, azt nézte, hogy a kecskéje hogy legel az árokparton. És ez a bácsi arról nevezetes, hogy az egyik leglegendásabb szarvasi péknek, Stancsik bácsinak volt az apósa. És nagyon barátságos bácsi volt. A harmonikázáson kívül nekünk gyerekeknek nem szeretett volna mesélni a háborúról, semmit se a fogságáról, de harmonikázni azt nagyon-nagyon szeretett. A következő emlékem, és közben itt feltűnnek ugye ezek a képeslap relikviák. A következő emlékem már 1970-nel kapcsolatos. Én a Benka jogelődjében, az egykori egyes számú általános iskolámban, akkor voltam 7. osztályos gyerkőc, és néhány legjobb osztálytársammal és barátommal gondoltunk együtt, és 1970-ben, hát ez nem most volt, 51 esztendővel ezelőtt rendbe tettük az első világháborús katonai parcellát, ami hát nem kis feltűnést keltett akkor, mert ugye abban a parcellában nem a proletár diktatúra harcosai nyugodtak, vagy más korszakokból elesett partizánok, hanem első világháborús katonák, az osztrák-magyar monarchia 23. gyalogezredének és a Karánsebesi 43. gyalogezredének a katonái. Ezt csak azért tettem gyorsan hozzá, hogy a Karánsebesi 43. gyalogezred katonáiból is meghaltak szarvason, mert nagyon sok derék kutató, aki feldolgozta ezt a korszakot, odáig jutott, hogy jó részt ugye a 23. gyalogezred, csak aztán nem mentek utána, nem is kellett volna utána menni, csak lefotózni a rekonstruált, rendbe tett sírkövet a temetőben, tehát ennek a két gyalogezrednek a katonái nyugszanak ott, és hát már akkor gyerekkorunkban ugye belénk rögződött néhány érdekes név, amely a szarvasi járás aranykönyvében is szerepel, a 26-ban néhai Prasznovszky, mert Prasznovszky Bélára változtatta a nevét, a derék szarvasi polgár frontot megjárt harcos, és ő szerkesztette ezt az aranykönyvét a járásnak 26-ban. Megjelent néhány évvel ezelőtt a digitális kalamáris jóvoltából szintén megjelent, és újra olvasható a köz megelégedésére. Ezzel együtt tehát visszatérve a sírok neveihez, ugye nagyon érdekes nevekkel találkoztunk, és találkozhatunk mind a mai napig, amelyek jelzik, hogy nem magyar anyanyelvű harcosok nyugszanak ott. Egyrészt, mint Albu Péter például, vagy Drája Száva, vagy Sajka Maxim, és sorolhatnám tovább a bajtársait. Tehát ezt a temetőt mi gyerekként rendbe tettük, és ugorva az időben a temető sorsával kapcsolatban meg kell említsem, hogy néhány évvel ezelőtt az önkormányzat pályázatának köszönhetően, illetve a Honvédelmi Minisztérium kért pályázatán az önkormányzat nyertes lett, és így a 100. évfordulóra rendbe lehetett tenni ezt a 29 hős sírját őrző katonai parcellát. Van ennek a parcellának egy második világháborús története is, de azt majd egy másik alkalommal fogom elmesélni, hiszen azok a sírok már itt felszámolásra kerültek. Néhány évvel ezelőtt a Népi Német Hadisírgondozó Szövetség jóvoltából. És ha már katonai sírok és első világháborús sírok, akkor ugye arról is meg kell emlékeznünk, hogy
hál' Istennek jó néhány az első világháborúban hősi halált halt szarvasi polgártársunk sírja is megtalálható. Az egyik legnevezetesebb ezek közül ifjabb Havjár Dánielé, aki 26 évesen halt hősi halált 1915-ben egy lovas rohamban, a 10. huszárezred katonájaként egy Babin nevű helységnél óriási temetést rendezett neki. Akkor a család, nyilván a Havjár család az egyik legnagyobb dinasztiája volt mindenkor Szarvasvárosának. Ez a következő, és hát más sírokat is megtalálhatunk. És a síroknál maradva, illetve az emlékeknél két olyan hős tanítót szeretnék megemlíteni, akikről sokan tudják az idősebbek közül. Az ifjabbak, leginkább a gyerekek és diákok nem igen ismerhetik, hogy hogy is került és hogy maradt fenn ez a két emléktábla. Az egyik a volt középhalmi iskolam, a középhalmi evangélikus misszió angyalka termében látható, a hősi halált halt Tóth Pál tanító emléktáblája, a másik pedig az egykori orosházi úti iskola falán, most már külső falán, 1996 óta, ahogy a régi orosházi úti iskola épületét átalakították, ugye egy nagyon népszerű vendéglővé, étteremmi a régi módi épületének külső falán látható. A hősi halált halt Molnár Jenő nagyon-nagyon híres tanító emléktáblája. Tehát ez nagyon szép dolog, hogy ez a két emléktábla még létezik. És ha már tanítók, akkor engedjék meg, hogy ha már említettem a nevezetes 101-es emlékkönyvet, akkor egy másik emlékkönyvvel folytassam, ami szintén a csabai illetőségű Makai Pálnak a gyűjtése és munkája a 30-as évekből, ez pedig a 4-es Honvédek fegyverben című emlékalbum, amely egy nagyon jellegzetes, két világháború között jellegzetes arc, egy nevezetes községi irodatiszt, Szvák Pál hagyatékából került a családunkhoz jó néhány évtizeddel ezelőtt. Maga Szvák Pál is szerepel ebbe az emlékalbumból, albumban, és ha már a két hősi halált halt tanítót említem, akkor az albumokhoz hozzáteszem, hogy ezen két albumban, a 101-esben és a 4-esek emlékalbumában természetesen a háborút, a frontot átélt, megélt és túlélt, tehát a túlélők vallottak röviden az akkori 30-as évekbeli életükről. Na de hát akkor folytassam tanítókkal. Hát olyan híres tanítók is szerepelnek a 4-es Honvédek fegyverben című relikvikus albumban, mint Vitéz Csatai Medved György, aki századparancsnokként harcolt, aztán a híres szarvasi tanítók közül szerepel a 4-es Honvédek albumában Fió György, aki népfelkelő hadnagyként harcolt az első világháborúban. Aztán még egy hadnagy urat kell említsek értelemnyében, Szlovák Pál tanító urat, aki szintén végigharcolta az első világháborút. Aztán innen nem messze állt a Pilinszky tanító úr háza, Pilinszky János tanító is végigharcolta kezdetben a 4-es honvédekkel az első világháborút. Na de, hogy ne csak tanítókat idézzek meg, jó néhány a két háború közötti korszak neves kereskedője, iparos embere és gazdálkodója is szerepel. Az első, akit meg kell említsek az ő sorukból, Frecska Sámuel, a Frecska mozgó alapítója. Ő is a 4-esekkel harcolta végig a háborút, és róla jut eszembe, hogy néhai atyai jó barátom Darida Samu bácsi lakásán, mint a haláláig büszkén mutogatta Frecska Sámuel arcképét, kinagyított, pontosabban nem is arcképét, hanem díszegyenruhás portréját,
amely már hát jóval a háború befejezése után, mint frontharcosról készült. Úgy tudom, hogy Frecska Sámuel portréja aztán Samu bácsi keresztfiához, Darida öcséhez került, és remélem, hogy megvan a család gyűjteményében. Csak azért jutott ezzel szembe, mert néhány napja épp egy kutatócsoport kereste, hogy vajon hova lehetett az a kép. Aztán folytatva a szarvasi híres kereskedőkkel, a két háború közötti zsidó kereskedelmi élet jellegzetes alakja volt Schwarz Jakab, akiről azt kell tudni, hogy először a négyes honvédekhez vonult be Nagyváradra a háború kezdetén, és úgy fejezte be az olasz fronton 18-ban ténykedését, mint a hadsereg gőzmosodájának a vezetője. Tehát ez kicsi és szösszenet, hogy ilyen érdekességek is történtek, és nem felejthetjük ki a felsorolásból, nem az összes kereskedőt sorolom fel, csak néhány jellegzetes arcot, a néhai híres vaskereskedő Bárány Béla alakját, akinek a piac közelében volt ugye a vaskereskedése, most egy italnagy kereskedés működik abban az üzletházban, jelen pillanatban. Na, róla aztán egy igazi kalandos történetecskét találtam, hogy ebben a négyes albumban 15-ben bevonult a frontra, néhány hónap múlva 15 júniusában a Dnyeszter körüli harcokban az oroszok elfogták, majd 18. január 8-án gyalogszerrel megszökött a hadi fogságból, és márciusra haza is vergődött Szarvasra. És aztán hál' Istennek még nagyon sokáig űzte a vaskereskedését, és vezette ezt a vaskereskedést egészen az államosítás koráig, a II. Világháborút követő évekig. Tehát ilyen érdekes arcokat is találunk. De a többi kereskedő sorából is most beugrott König Henriké, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez a négyes honvédeknek a története. Ha már négyes honvédek és a 101-eseket említem, bár itt a legifjabbak most nincsenek jelen, de amikor majd itt lesznek, akkor nekik is érdemes elmesélni minden tanár úr részéről, hogy ugye nem véletlenül emlegetem én sem ilyen sokszor őket. A legtöbb szarvasi a nagyváradi 4. honvéd gyalogezredhez, illetve a csabai 101-esekhez rukkolt be, még békeidőkben is. Hát voltak természetesen más alakulatok is, de hát ez volt a döntő többség. A nagyon-nagyon híres, leghíresebb szarvasiak közül, ugye elég, hogyha Ruzicskai Györgyöt és testvéreit említem, ugye Ruzicskai festményben is megörökítette a fronton elesett testvérének a tragédiáját, és hát a Ruzicskai gyűjtemény magában is nagyon sok háborús képes lapot őriz összességében. A két gyalogezred parancsnoka és a Magyar Honvédség parancsnoka, Hazur József főherceg, és hát a négyeseké különösképpen Szentkereszthegyi Kratovil Károly altábornagy úgy gondolták, hogy köszöntőket, előszókat írnak a 26-ban megjelent, már említett Szarvasi járás aranykönyvéhez, amely igaz, hogy akkoriban még csak 613 hősi halottat tüntetett fel, de már egy nagyon komoly alapot szolgáltatott ahhoz, hogy a továbbiakban a nevek felkutatása folytatódjon, és így kerülhetett sor arra a közismert eseményre, hogy József főherceg és Kratovil Károly altábornagy úr jelenlétében 1927. augusztus 28-án fölavatták, felszentelték Szarvason Vitéz Székely Károly alkotta első világháborús emlékművünket, amelyen a hagyomány szerint ugye elfogadottan 1154, más forrásokban 1153
első világháborús hősi halott neve szerepel, mint közismert a második világháború kitörése előtt, amikor már a rongyos gárda harcokat folytatott Kárpátalja visszafoglalásáért, akkor ottani magyar szarvas hősi halottak neve is felkerült az emlékmű talapzatára a későbbiekben. Nagyon sok érdekesség fűződik magához az emlékmű történetéhez. Eredetileg, ahogy az aranykönyv egyik képén is látható, illusztrációján egy gubbasztó túrult tervezett vitéz Székely Károly, aztán megszületett a kardot hordozó kitárszárnyú turulmadár, amely szintén ismert a történetben, most nem bocsátkozom a részletekben, hogy milyen rejtélyes körülmények közepette tűnt el 1956 véres őszén, a forradalom leverését követő egyik éjszakán, és csak 1990 nyarán kerülhetett újbóli felszentelésre Búzás Mihály szobrászművészünk jó voltából, aki akkor rekonstruálta nem csak a turulmadarat egy nagyon jó sikerült fotó alapján, hanem magát a Szent Koronás magyar címet is rekonstruálhatta, és így került sor tehát az újbóli felavatásra 1990 Szent István napján. A következő apró kis történet még az emlékmű felavatásához fűződik, hogy nagyon jó barátságot ápolt, mint Habsburg József főherceg, mind az ő bajtársa Kratovil is a későbbiekben, a Prázdnovszki, később ugye Prázdnovszki család néven elhíresült híres szarvasi dinasztiával, olyannyira, hogy Habsburg József főherceg volt az én gyerekkorom a legendás könyves boltos bácsiának, Prázdnovszki Iván bácsinak a keresztapja. Hát ugye Iván bátyánk annak idején 5 éves volt, amikor őt a lakásán az emlékműavatás napján a két jeles honvéd főparancsnok meglátogatta a családjával együtt. Tehát még ennyit szerettem volna ehhez a történethez hozzáfűzni. És akkor menjünk tovább még a család és a baráti emlékezet fonalán a továbbiakban. Nagyon sok hadtörténeti, politikatörténeti és egyéb feldolgozás feszegette annak kérdését országos szinten, hogy vajon az adott településeken és az adott vármegyékben és az ország egészében a zsidóság milyen arányban vett részt a honvédő harcokban, illetve az első világháborús küzdelmekben. Azt mondhatjuk, hogy lélekszám arányosan nagyon magas szinten képviseltették a szarvas és zsidó katonák magukat a háború harc terein. A legutolsó kutatások szerint a 20-as évekre a szarvas és zsidóság létszáma elérte a csúcsot demográfia szintjén, lehettek ugye 25 körül 860-an itt szarvasi zsidó lakosok, és ehhez képest több mint 100 szarvasi zsidó katona harcolt az első világháború harc terein. Némiképp elgondolásra ad okot az, hogy a zsidó lexikon, illetve a Yad Vashem intézet kutatása is csak 14 hősi halottat tüntetnek fel az első világháborús szarvasi emlékművön, ennyit ismernek el hősi halottként. De ha megnézzük akár az emlegetett aranykönyvet, akár az ezredek, nem csak a négyesek és a 101-esek, de a más alakulatok emlékalbumait, akkor könnyen rájöhetünk a nevek alapján, hogy bizony nagyon-nagyon sokan harcoltak a különböző harctereken. Így aztán a mi emlékművünkön is olyan jeles zsidó családok neveit olvashatjuk, mint a Bukéktól Buk Lajos, mint hősi halott, a kereskedők közül Weisz Mórét és
hadd ne soroljam tovább, vagy akár Schwarz Ignácét is említhetem, vagy az Eperjesi hadikórházban betegségébe, sérüléseibe belehalt katona orvosnak a nevét, dr. Sámuel Viktorét is megidézhettem. Tehát ennyi a hősi halottaknak az elismert száma, ugye ezt ugye a Jadvesen hivatalosan elismeri jelen pillanatban is. Azonban a köztudatban kevésbé szerepel, hogy a szarvasi honvédek, sőt, mi több, a tisztek közül az egyik leghíresebb, nem csak a mi Lengyel Bélánk, aki szintén a 4-es gyalogezrednek a katonája volt kadét korától kezdve, és harcolt a első világháborús frontokon, hanem meg kell emlékezzek néhai szarvasi Sebes Lipót Ferenc honvéd ezredesről, aki érdekes módon az utolsó magyar királytól, IV. Károlytól még nemesi előnevet is kapott, lévén szarvasi születésű. Tehát igen érdekes az ő története. 1856. július 25-én született Szarvason, egy 11 gyerekes szarvasi zsidó család negyedik gyermekeként, az apja, ugye is nem Sebesként, hanem Spét Lipótként, az apja Spét Jakab, maga is 48-as honvéd volt annak idején, anyja Sejber Katalin. És ugye történelmi tanulmányainkból ismerhetjük azt, hogy hát ez nem volt szokás, hogy a császári királyi hadseregben, a monarchia hadseregben csak úgy teremnek a zsidó katonatisztek. A Sebes Lipótnak az a különlegesség a pályafutása szempontjából, hogy ő volt az első zsidó katonatiszt hadaprótként, akit 1882 nyarán katonatiszté avattak a Ludovikán. Tehát ez egy különlegesség volt. És aztán menetelt különböféle zászlói parancsnoki és más békeidős megbizatások közepette, hogy eljött az első világháború időszaka. 15-16-ban Pécs környékén találjuk, aztán kivezénylik a frontra, de akkor már 60 esztendős, tehát nem egy fiatal kezdőről van szó. És akkor honvéd ezredesként harcol még hozzá a mostani montenegrói területén, egy nagyon-nagyon éles hegyi csatában, a Loven csúcs elfoglalásakor, amely írd és mond, 1747 méter magasan mered az ég felé. Tehát annak a csúcsnak az elfoglalásakor olyan hősi példával és parancsnoki jó példával járt elő, hogy ezért megkapta az utolsó magyar királytól, IV. Károlytól a vaskoronarendet, és felvehette a szarvasi Sebes Lipót előnevet, és a nemesi levelet is megkapta mindenhez. Hát ez szenzációba, vagy szenzáció számba ment annak idején. Természetesen Szarvasra már nem került vissza, hanem a Dunántúlon kápolnásnéken vásárolt birtokot, és az ő sírja a nemrégiben restaurált, rendbe tett, nagyon szépen karbantartott kápolnásnéki zsidó temetőben látható, hogy ott nyugszik néhai Sebes Lipót Ferenc, egykori honvéd ezredes, 70 éves korában, 1926-ban boldogult meg. Emlegettem Sebes Lipótot, Lengyel Bélát, tehát Lengyel Béla hőstetteit, különösen ugye a II. Világháború korából említjük. Azonban itt a rövid kis mondandóm végén szigorú kötelességem megemlékeznünk a mi Bajcsi Zsilinszky Endrénk két első világháborús hőstettéről, amelyet sajnos igen-igen ritkán szoktak történelmi tankönyvek, hát azok meg abszolút nem emlegetik, hiszen hál' Istennek nagyon sok hőstett történt a
az első világháborúban, de hát azért nekünk csak egy Bojcsi Zsilinszkink van, és érdemes rá emlékezni, annál is inkább, hiszen akárhogy számoljuk, most az idén volt 135 éve annak, hogy itt megkeresztelték a szomszéd ótemplom keresztelő medencéjében a kisgyermek Bojcsi Zsilinszkit. 28 éves volt az első világháború idején, már amikor bevonul huszár hadnagyként egy alakulathoz, és Belgrád környékén, illetve a délvidéken harcol. Az első hőstette az pontosan 1914. szeptember 11-én történt, a Délbánság egyik nagyon-nagyon régi városában, Pancsován. Történt az, hogy a várost bekerítették a szerbek, és mintegy 400-450 fős osztrák-magyar alakulat kiürítette a várost, mert hát a szerbek túlerőben voltak. A környéken négy huszárjával Bojcsi Zsilinszky, mint huszár hadnagy éppen felderítést végez ezen az emlékezetes napon, és észleli az katonáival, hogy egy óriási magyar katonai osztag vonul kifele, lóhalálában nem vonul, menekül a városból. És próbálta parancsnokukkal, pontosabban az utóvéd parancsnokával szót érteni, hogy a szerbeknek ne adják fel a várost ilyen könnyen, mert hát hogy lehet az, hogy feladják. Uram, bocsánat, az utóvéd parancsnokát Szálasi Ferencnek hívták. Nem egy vita iratban, aztán a II. Világháború idején Bojcsi Zsilinszky ezt meg is említette, ezt a találkozást, erősen karikírozva ugye Szálasi akkori ténykedését. Mindezzel együtt ő nem hagyta annyiban, négy huszára élén bevágtatott a Pancsova főterére, és óriási zenebonát, ricsajt csaptak, sőt még erre kérték a magyar lakosságot is, hogy verjék az üstöket, meg fazekakat, egyebeket. Tehát a szerbek azt hitték, hogy visszajött a magyar katonasság is, és visszatértek, és nem foglalták el azon a napon a várost. A későbbiekben aztán a Pancsova elöljáróitól és polgármesterétől egy külön emlékiratot kapott Bojcsi Zsilinszky, mint huszár hadnagy a pancsovai hőstet emlékére. A következő történet az már 1915 tavasszal. Belgrádnál történt ez az eset. Mintegy 800 fős menekülő magyar osztagot mentett meg azáltal, hogy a szerbek bekerítése vagy bekerítő hadmozdulatai közepette szerzett egy hajót, azt a katonáival együtt megszállta, és ő aztán fegyverrel a kézbe irányította a 800 magyar katonának a kimenekítését. Tehát ez nagyon-nagyon jellegzetes hőstette volt. És látom, hogy közben mennek a képes lapok rendesen a háttérbe, úgyhogy ez nagyon... Hát, hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon röviden én ennyit szerettem volna önökkel megosztani, és arra biztatok mindenkit, hogy érdemes azért otthon szétnézni még régi gyűjteményekben, ha már nagyon kevés régi házzal rendelkezünk ugyan a városban, de azért nagyanyáink, nagyapáink vagy dédszüleink hagyatékából van még mit keresni, tehát nagyon sok is magángyűjteményben, vagy nem is tudja az illető, hogy minek nevezze, csak hagyatékban talál még katonaládát, még képeslapokat is, és mindenféle dolgot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.